Finnországban lakik, 8 plusz 1 szarvas húzza a szárnyát, és az összes ruhadarabja piros. Mikulás váróval egybekötött adventi vásárral készült a Tolnai Kulturális Központ az elmúlt hétvégén. Azok a gyerekek, akik ellátogattak az eseményre, többek között kipróbálhatták a népi fakör hintát és a játékparkot, illetve adventi kézműves foglalkozáson is részt vehettek. Mai napon várjuk ide a Mikulást. Délután 4 órakor kezdődött ez a rendezvény, ahol kisebb-nagyobb gyerekprogramok vannak, és aztán majd jön a Mikulás, és ez egészen este 8-ig tart. A vásárra helyi egyesületek, kistermelők és ajándékkészítők is érkeztek olyan termékekkel, amelyek karácsonyi hangulatot teremtenek. Adventi dekorációval és adventi ruhával készültünk. Mi másodszor vagyunk itt, ezelőtt 2 éve voltunk, és ugye tavaly előtt nem volt a pandémia miatt, és most újra itt vagyunk. Kézműves termékeket készítek, agyagból, fából, és virágkötő vagyok. A használati tárgyakat is árusítok, ami szalvéta technikával készül, lisztartó, mézes csupor, különféle tárolóedények, vajtartó. Ez dekopás technikának mondják egyébként, de ez mondjuk kimondott a rizspapírral készült, de azzal a technikával. Belül mázasak az edények, úgyhogy ezeket lehet bátran mosni, használni. Akkor van mézes csuprom, ilyen ez. Akkor van fából készült ez a kulcstartó, akkor van a konyhadíszek is, fából készültek ezek is, vintage stílusba, country stílusba, cukortartójaim. A programon természetesen a télapóval is találkozhattak a gyerekek. A nagyszakállú szalon cukorral lepte meg a kicsiket, akik versekkel, dalokkal viszonozták a kedvességet.